Párizsra vessétek. Szólt ez a mondat egykoron, amikor francia kötelességünk jól hallhatóan és hangosan tiltakozott. Úgy gondolom, hogy ha széjjel nézünk, hogy nem vagyunk kevesen. Nem vagyunk kevesen, hiszen ma velünk egy időben Európa számos országában és több száz városában tiltakoznak ez ellen a szégyenletes intézkedéssorozat ellen, amelyet úgy tűnik, hogy a francia köztársaság elnöke és belügyminisztere nem szégyel, hanem erőltetetten megmagyarázni igyekszik, szembevenve az európai normákkal és az európai joggal. Fúj, fúj! Le a rasszizmussal! 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 Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem csupán valami ellen, hanem nagyon határozottan valami mellett állunk és tiltakozunk, ez pedig az azonos jogom és a hátrányos megkülönböztetés tilalma értékek melletti kiállás. És föl kell, hogy hívjuk a figyelmet Franciaországnak a figyelmét a saját felelősségére, hiszen amint azt látjuk, a hazai szélsőséges párt például ezen intézkedésekre hivatkozva tesz őrült, eszement és rasszista javaslatokat, közrendvédelminek nevezett koncentrációs táborokba zárására a hazai romák. Én azonban, és hiszem, hogy nagyon sokan pontosan látjuk ezeket a szándékokat az ő részükről, nem más ez, mint az elmúlt években folytatott gyűlöletpolitika, ami politikai haszonszerzés, módszerű mandátumok megszerzését szolgálja a részükről. Azt gondolom, hogy közös felelősségünk mindannyiunk kiállása, hogy megvédjük azokat az értékeket, amelyek az emberi jogokról, az azonos minőségű állampolgári jogokról szólnak, mert most dől el, hogy ez hazánkban, és Franciaországban, és Európában kevesebb kiváltsága lesz, hogy mindannyian megélhetjük. Úgy gondolom, hogy nekünk ezek mellett az értékek mellett közösen kell kiállnunk, magyaroknak, romáknak, európaiaknak. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm, hogy ebben azt mutatjátok és vállaljuk, hogy vannak, hogy szolidaritást a romák és a nem romák között, hogy ezt vállaljuk és megmutatjuk ezt. Azt is jelzitek ebben, hogy hajlandók vagyunk a közös gondjainkról, a közös félelmeinkről, nem csak itt, hanem szerte Európába gondolkodni. És hogy nem akarjuk hagyni, hogy Európában kormányaink félrevezessenek bennünket, hogy a jogos gondjainkat, félelmeinket ezt manipulálják, és az ők, akik szintén nem tudják a választ, mi sem tudjuk a választ, senki sem tudja a választ, a különbség köztünk talán az, hogy a kormányok nem vállalják be, de nekünk be kell vállalni azt. Nem tudjuk a választ, de közösen akarunk gondolkodni, és közösen akarunk javaslatokat tenni. Ne hagyjuk, hogy manipuláljanak a félelmeinkkel. Mint a Jenő is mondta, most egy időben számtalan európai országban, ugyanabban az órában tüntetnek számtalan helyen. Ezért azt javaslom, hogy ez a nap, a szeptember 4-e legyen ezentúl az a nap, amely a romák és nem romák összefogására emlékeztet. Legyen ez egy európai szolidaritási nap. Köszönöm. Még annyit szeretnék mondani, hogy elosztottunk itt egy petíciót, amelyet lefordítottunk franciául,
és ezt fogjuk bevinni a francia nagykövetségre, majd a 15 órakor zárunk a roma himnusszal. És utána a Tamás Gáspár Miklós beszél, majd a Daróczi Ági zár. És köszönjük szépen! Hajrá romák! Hajrá nem romák! Hajrá magyarok! Szolidaritás! 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 Szolidaritás!